Korányi Dávid vetette fel, hogy tudna pénzt hozni Amerikából, erről beszélt egy internetes podcastban Márki Zaj Péter. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje azt is bevallotta az interjúban, hogy a pénz jelentős részét a datadatnak adták, azért, hogy azok erősítsék a baloldal internetes kampányát. A dollár baloldal botrányak kapcsán az elemzők kiemelik, hogy a balliberális pártok mindig így működtek, mindig üzleteltek, cserébe pedig adtak vagy ígértek valamit. David segítségével. Az Action for Democracy vezetője jelezte, hogy tud pénzt hozni Amerikából, ők pedig ezt a felajánlást elfogadták. Erről beszélt már Kizai Péter az Átlátszó Podcast műsorában. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje bevallotta, pontosan nem tudja, honnan és kiktől szerezte a támogatást korányi Dávid Amerikában. Ő vetette fel azt, hogy tudna támogatásokat hozni az Egyesült Államokból. Mire? az MMM-nek a válkampányára. Elkezdtük stratégiai szövetségek építését. Korányi Dávid, aki a pénzek gyűjtését szervezte és irányította, közösségi oldalán még október közepén is azt írta, hogy a diaszpórában élő magyaroktól kapták a támogatást, amit a Mindenki Magyarország a mozgalom számlájára utaltak. Tízezer számra mikroadományokon keresztül támogatták a baloldalt. Ezt állítják folyamatosan. Tízezer számra. A megafonos Rákai Filip azonban egy videóban leleplezte, hogy a mintegy 3 milliárd nyőztek nem mikroadományokból, hanem összesen 11 adományozótól érkezett. Az adománygyűjtő felületükön bekapcsolva hagyták az adomány számlálót. Na nézzük csak hányan adtak. 11 -en. Nem tízezrek, hanem összesen 11. Ennyi adomány érkezett. 11. A lebukás után a New Yorkban élő korányi Dávid csütörtökön újabb magyarázat állt elő. Beismerte, hogy voltak olyan intézményi és egyéni adományozók, akik magasabb összeggel járultak hozzá az Action for Democracy tevékenységéhez. Szó szerint azt írta, soha nem állítottuk, hogy csak mikrotámogatásokból jött össze a költségvetésünk. Márkizai Péter beismerte az amerikai beavatkozást a választásokba, erről írta az amerikai népszava. Még a baloldali lap is kemény szavakkal bírálta a baloldal bukott miniszterelnök jelöltjét. Arról is írnak, hogy ha az amerikai pénzből nem került semmi a pártok kasszájába, és a pártok nem is tudták, hogy Márkizai mit ügyeskedik az amerikai alapítványjal, akkor a bűncselekmények sorozatát Márkizai Péter követte el egyedül, mert a mozgalma pár tevékenységet folytatott, egy külföldi alapítvány pénzével bekapcsolódott a választási kampányba kértek is a pénzért valamit. Dollármilliókért cserébe a háborús szankciók támogatását kérhették a baloldaltól, erről már az Alapjogokért Központ elemzője beszélt. Pindroch Tamás azt mondta, a baloldal mindig így működött, évtizedek óta külföldi érdekeket szolgál. Az elemző emlékeztetett rá, hogy az MSZP-SZDSZ kormány is kiárusította és eladósította Magyarországot. A baloldalnál ez már szokás, hogy nem a magyar érdekeket tartják szem előtt, hanem különféle ideológiai érdekeket. Láttuk a rendszerváltás előtt is, és után is emlékezzünk arra, hogy az MSZP-SZDSZ kormányok idején mekkora volt Magyarországon a privatizáció mértéke. Szinte mindent eladtak minden állami cégből való részesedést, tehát nekik nem számított csak az, hogy a külföldi befektetők jól járjanak. Az amerikai kampányfinanszírozás kapcsán az elemzők kiemelik, hogy a baliberális pártok mindig így működtek. A 90-es években például eladták a közműveket, aztán felvették az IMF hitelt és eladósították az országot. Elemzők nem szerint a baliberálisok mindig nem üzletelnek valakivel, Cserébe pedig adnak vagy ígérnek valamit.